hatig kezdünk alkalmához. Mintam, hogy ezt a meghívóba is írtam, ugye idén, és hát az egyébként természetesen folytatta ezt az időszakot, az első világháborúról fogunk megemlékezni, 100 évvel ezelőtt kezdődött. Elég súlyos következményei voltak a magyarságon, mint a magyar népre, a magyar területén, a magyar királyságra való tekintettel. És hát ugye később ennek azok a következménye, hogy a folytatódott gyakorlatilag ez a borzasztó sorozat a magyarság életében a második világháború során. Idén olyan előadókat kértünk föl az előadások megtartására, akik részben a Laszkó Dezső Múzeumnak a munkatársai, de tekintettel erre a nagyon speciális témára igyekeztünk olyan előadókat is meghívni, akik egy-egy részterületen foglalkoznak. Több előadót hívtunk a Budapestről, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai közül, akiknek egyébként a parancsnok tudom, hiszen ez nem igazgatóban, hanem parancsnok. Nagyon támogatta az én kérésemet, hogy ők tartsanak itt előadásokat, mert ők szívüknek tekintik az ismeret terjesztést, de előadásról tartani hangulatúra is lehet, sokat számára már ismert, szintén a korszak jeles kutatója, és hát a saját kollégáim közül is többen. Ugyanis igyekeztünk nem csak a hadi eseményekre koncentrálni, hanem arra a hátországra is, amely végül is elszenvedte, ugyancsak mint a harctéren szolgáló katonák a változásokat, ezt az egész háborút. Ugye a első világháború jelentős változás hozott a családok életében, hiszen amikor dolgozni kellett, ugye mi is most itt vagyunk dolgozni. Megváltozott a divat, megváltozott a szerepízlése, egy nagy-nagy átalakulás történt az emberek életében, a mindennapjában, úgyhogy ezekre is megpróbálunk egy kis képet fölvillantani, milyen változások következtek el. Ez alkalommal, aki az előadást tartja, magukáról zászlós úr, a szolnoki M-36 szolnok helikopter zászlós. Nincsnak a zászlósa, aki szintén parancsnoki engedéllyel jöhetett ide hozzánk. Egy olyan kutatási témáról fog beszélni, már egy éves óta kutat, hadszintén kutatást is folytatott, és egy különlegesség, hiszen itt a levegő lovagjárókban, tehát még az ellenségre is tisztelték, itt egy kis József hadnagyot, akinek az életéről most hallhatunk egy előadást. Én fel is kérem őt, hogy tartsak a előadást. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy mindenki tiszteltel köszönöm, hogy előadáson célja, hogy az első világháborúban egy legeredményesebb újabb filmpályának, a levegő lovagjárónak az életútja, és az ő személyéhez köthető kutatásoknak az eredményeit. A szolnoki repülőteret itt a végig sűrűen hadnagyról nevezték el, így nem csak mint történelmi személyiség fontos számomra, aki ott dolgozik Szolnokon a repülőbázison, hanem az alakulatunk nyugodója is, amelynek aki része az alakulat hagyományőrzésének. Nagyon fontos, hogy azokat a katonákat, akik kellő hűségességgel harcoltak, a hűvesek voltak, a kevésbé hűvesek, ha csak átlag katonák voltak, az ő emlékkel őrizni kell, mivel hogy a repülő alakulat vagyunk, nekünk a fő kutatási területünk, a repülő katonáknak a történeteinek a feltudatása, az ő harcaiknak a kutatása,